Milyen eszközökkel segítheti a régészet a régmúlt különböző közösségeinek felismerését, bemutatását? Hogyan öröklődtek át szokások, kultúrák az egyik nemzedékről a másikra, és hogy szolgálja ez egy közösség megtartó erejét? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Régészet Napja idei rendezvénysorozata. A Vosinszky Mór Megyei Múzeum munkatársai pedig saját kutatási területeik bemutatásával adtak választ a felmerülő kérdésekre. Hát erről leginkább a hamarosan záródó közösség régészet örökség című időszaki kiállításunk alapján lehetne képet alkotni. Igazából pont ez a témája is ennek a kiállításnak, hogy hogyan kapcsolódik a megtartó közösség, a régészeti örökség megmentésében résztvevő emberek közössége ezeket hivatalból űző intézményekhez, tehát az ezzel hivatalosan foglalkozó intézményekhez. Erre nagyon jó példa a Tolna megyei elmúlt 5 évnek ennek hosszabb hagyománya van, de főként az elmúlt 5 év az egy nagyon intenzív időszak volt. Kötődünk természetesen kiállító helyként is akár a adott település múzeumlátogató közönségéhez, de az ide látogató turistákon is keresztül próbáljuk megszólítani a múltunkat, kultúránkat érdeklődő, kultúránk iránt érdeklődő embereket. Úgyhogy igazából talán ez az apropója, és ez az oka, fő oka, hogy hogyan kapcsolódik a régészet a közösséghez. Bár a kutatások eredményeként feltárt leletek természetszerűen nem változtak, viszont az évek alatt összegyűjt információk mennyisége jelentősen bővült. Így ma már sokkal több minden mondható el egy kiállították történetéről, üzenetéről, a hozzá kapcsolódott eseményekről, mint megtalálásának időpontjában. Arról nem is beszélve, hogy a múzeumlátogatói szokások és elvárások is folyamatosan átalakultak. Nagyobb lett az információ mennyisége, illetve, de nem csak tárgyakba, hanem a hozzájuk kapcsolódó megfigyelések által is, hiszen az is legalább olyan fontos, ami a földből előkerült tárgyak mellett, hogy milyen környezetben voltak, az egykor élt embernek az életmódjára, a lakáskultúrájára, temetkezési szokására sokkal, de sokkal több információval rendelkezünk. Tehát a régészet az egy folyamatosan bővülő, forrásfeltáró tudományág. Tolna megyében is ez természetesen így van, és hát ennek az egyik legismertebb eszköze, és a bővülésnek a forrása, az maguk a feltárások. Az elmúlt évtizedekben hatalmas nagy feltárásokat folytattunk a megyében, nem csak a Szekszárdi Múzeum, de a javarészt azért a Vosinszky Mór Megyei Múzeum vitte ezekbe az ásatásokba a Prímet, M9-es út nyomvonala, vagy az M6-os autópálya nyomvonalának a megelőző feltárása, ahol több százezer négyzetméteren objektumoknak a százezrei, leletanyagoknak a százezrei kerültek elő, és valahol ez is az egyik oka, hogy miért tud elavulni egy kiállítás, egy állandó kiállítás is. A muzeológia is változik, és egyre inkább próbálja felvenni az időknek a hívószavára, próbál adekvát választ adni, és különböző interaktívnak mondható olyan elemeket is épít be a kiállításokba, amelyek ennek a segítségével jobban meg lehet közelíteni, illetve azt a tudást megpróbálja átadni az érdeklődők számára. Ilyen interaktív dolgok nem csak számítástechnikai elemek lehetnek, hanem a különböző segédtudományok által megtalált és felfedezett információknak a megfelelő módon való becsempészése az állandó kiállításokba, tehát rengeteg útja, módja van. Próbálkoztunk eddig is, és a terveink szerint a majdani következő új állandó kiállításunk is ilyen lesz. Ennek kialakításának feladatával áll szemben jelen pillanatban a Szekszárdi Múzeum szakembergárdája is. Hiszen olyan bemutató érkezik rövidesen a városba, mely igényelte a múzeumpalota teljes belső terének átgondolását is. Így az évtizedek óta látható állandó kiállítás elbúcsúzik a közönségtől. Igazából mai formájában 1989 óta létező kiállítás, de az 1970-es években épült fel ennek a kiállításnak a magja, amely egy nagyon pici fazonigazításon vett részt a 80-as évek végén. Aztán 2005-ben, amikor az örökségünk kiállítás megépült, bizonyos részeit kiemeltük, és az emeleti kiállításunkba kerültek át. De önmagában akár 30 vagy akár 40 évről is beszélünk, mind a kettő nagyon sok, és a korábban említett
információ és leletanyagbővülés az az egyik oka, hogy ez a kiáltás már nem csak egyfajta ráncfelvallásra szorul, hanem egyszerűen új alapokra kell helyezni, természetesen megtartva azokat az alapvetően fontos, közismert leleteknek a bemutathatóságát, itt a Mamutra, vagy a Tamási Fortuna szobor, vagy a Kányai Kocsi úrnak lehetne sorolni azokat a kiállítási tárgyakat, amik közismertek és fontosak, hogy megmaradjanak egy új állandó kiállításba, de ehhez hozzá kell tenni azokat az új leletanyagokat és új információkat is. A Régészet Napja, az a rendezvény, amelynek most zajlanak a programjai, az pontosan ennek a Tolna megye földjének a régészeti korszakait bemutató kiállításnak az egyik utolsó bemutatási lehetősége, mert hogy június végén a múzeumok éjszakáját követően le fogjuk bontani a földszintnek a két nagy termébe, illetve a folyosón lévő kiállítást is. Ennek kettő oka is van, az egyikről már beszéltem, az új kiállításnak a megkezdése, átgondolása, de van egy sokkal közelebbi oka is, a Magyar Géniusz címet viselő vándorkiállítás, amely az országban összesen 7 helyszínen fog bemutatkozni 2022 és 2023-ban. 5. helyszínként Szekszárdon kerül bemutatásra 2023 áprilisban, illetve május hónapban, egy bő hónapon keresztül. A vidéki múzeumoknak a kincseit fogja felvonultatni az a tárlat. Ezt most már Kecskeméten láthatták az érdeklődők, én is láttam, szerintem nagyon szép és impozáns, nekünk is van a Szekszárdi Múzeum műtárgyaiból kölcsönözött anyag, tehát úgy gondolom, mi is ilyen módon is részt vettünk ennek a megvalósíthatóságába, és ez pontosan ide, a múzeum főépületének a földszinti két termébe, folyosó részébe, sőt a könyvtártermünket is ideiglenesen kiállító teremért alakítjuk át, valamint az emeleti időszaki terembe helyezzük el ezt a kiállítást. Ezt követően egy teljes átalakulás megy majd végbe az alsó szinten, és jelenleg tervezési szakaszban van az ezt következő időszak kiállításának előkészítése is.